autóverseny biciklivel, tekerős magnó, vírusírtó bringa. Ilyen és ehhez hasonló furcsa szerkezetek várták az alsósokat a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola udvarán az egészségnapon. A kerékpározás népszerűsítő játékok mellett volt ugrálóvár, akadálypálya és kötélhúzás is a kicsiknek. Egészségnapunk van ma az iskolában, ami az egészséges életmód nevelésről szól, egy kicsit tantermi keretekből kilépve, másképpen, élményszerűen a gyerekeknek. Azt jelenti, hogy most nem tankönyvből tanuljuk az egészséges életmód fontos lépéseit, hanem mindent kipróbálunk. Kipróbáljuk a sportot, az egészséges táplálkozást, foglalkozunk a higiéniával, a mentális egészséggel, mindenféle izgalmas programok kapcsán. A programokat úgy állították össze, hogy azt mind a közel 600 tanuló élvezni tudja. Mivel nagyon különböző korosztályú gyerekeknek szerveztünk programokat, ezért a programok is sokszínűek. A egész piciknek itt van az udvaron egy kezeslábas játszótér, ez a biciklik, amiket itt látunk, ez egy rendkívül ötletes, mindenkit megmozgató, magát a kerékpár szeretetére nevelő, nagyon klassz játékok. Aztán van légvár a kicsiknek, akadálypálya, van célbadobás, és mindenféle kötélhúzás, mindenféle sportos helyszínen váltják egymást a gyerekek. Ők a legkisebbek. Aztán a nagyobbak, azok a Gyár utcai foci, füves focipályán buborék fociznak, élőcsocsoznak, és van számukra salátabár, van tejbár, kozmetikus előadások, akik tanácsokat adnak nekik, van mézes kuckó, és lehet, hogy mindent most gyorsan fel se tudok szorolni, mert annyi programot szerveztünk már. QR-kód vadászat is van, negyediktől fölfelé minden évfolyam számára, ahol az egészség 12 pontját találják meg a kódok mögött, egy tablet segítségével. Ez is nagyon izgalmas, és új formája a tanulásnak. Jó, a zöldelmát is belerakhatod. Tanórákmentes napot mindig várnak, de szerintem igazán ma lepődtek meg, hogy ez egy milyen jól megszervezett és milyen élményben gazdag nap. Tehát most már kérdezték te, hogy lesz-e még egészségnap kettő? Tőlem már megkérdezték. Nagyon régóta, tehát mi mindig szerveztünk az iskolába egészségnapot, de pályázat tette lehetővé, hogy ezt a mai napot ennyire kiszínesítsük, és ilyen sok tartalommal tudjuk megtölteni, tehát ez mindenképpen rendhagyó. Az iskola gyermekekért nevű alapítványa még 2019-ben nyújtott be pályázatot azzal a céllal, hogy a városban közösségi programokat szervezzenek. Az lett a programunk címe, hogy egészségnap nyilvánosan. Ennek az a lényege, hogy amit eddig elmondtunk, azok csak a gyerekeknek szóló programok voltak, de itt délután felnőtteknek szóló programok, egészségnapi programok is lesznek, amiben meghívtuk a tanulóink szüleit, úgyhogy több mint 100 szülőt hívtunk meg, és itt a tantestület is egy 50 ember, úgyhogy itt 150 felnőtt részére lesz déltől délután 5-ig nagyon megint csak izgalmas programok. Lesznek előadások, 4 előadó várja az érdeklődőket, ahol előzetes regisztráció alapján lehetett jelentkezni, és ezt a 4 előadást meghallgatjuk, és utána a tornatermünkben sportbemutatók, illetve sportolási lehetőség kipróbálásra lesz lehetősége a meghívott vendégeknek. Mindazokat a sportolási lehetőségeket szeretettük volna megmutatni, amik a városban elérhetők. Tehát azok a sportedzők, akik itt a közelben tartanak edzést, és a felnőttek számára elérhető, azok most ide jönnek és bemutatkoznak. Hozzák a kangót, hozzák a biciklit, hozzák a gymsticket, hozzák a különböző eszközeiket, és ezt itt most megmutatják és kipróbáljuk. Ez lesz egy nagyon izgalmas sportos délután a felnőtteknek. Ez idő alatt az öltözőkben 5 masszőr várja majd a felnőtteket, egy kis gyógymasszázsra, különféle területeken, különféle masszőrök, de lesz vércukorszintmérés, meg bőrdiagnosztika, tehát vannak ilyen kiegészítő programok is, és 4:30 körül egy állófogadással fogjuk zárni, amikor egészséges ételekből készítettünk hidegtálakat, ahol megint az volt a célunk, hogy megmutassuk, hogy nem csak cukros, nem csak zsíros, nem csak hízlaló egészségtelen ételekből lehet finoman csemegézni, hanem ezt egészséges alapanyagokból is lehet. És hogy mi volt ennek a napnak a tanulsága és a lényege? Az egészségünk a boldogságunk alapja. Hát az alapvető problémákat ezt meg kell oldani, és nagyon sok mindent
megoldást hozhat egy kis mozgás, hogyha valaki rászánja magát és elindul ezen az úton, és rendszeres testmozgásba kezd, és ez nagyon sokféleképpen megoldható, és nagyon sokféle szinten állunk mi felnőttek, nem mindegy, biztos, hogy mindenkinek ugyanaz jó, ezért szerettünk volna most igazi nagy repertoárt mutatni a felnőtteknek, hogy mindenkinek minden szinten van hova mozdulni, van mit választani, és megvan a lehetőség arra, hogy mozogjon. Legjobb dolog a példamutatás. A mi pedagógusok itt az iskolában és a szülőktől is látják azt a példát, hogy egészségesen élünk, egészséges a mozgás, egészséges a táplálkozás, és hát ennek a napnak ez a célja.